tanácsot adj azoknak, akik úgy szeretnének élni, mint ti. Kövessenek be, nézzék, hogy hogyan élek, merítsenek ebből önbizalmat, akkor elmennek valahol és megtudják, hogy ők az én szüleim, akkor körbeveszik őket. 20-30-on fotózkodnak, csókolgatják őket, az anyám útkor dobálgatni akarták, meg ilyenek. Miért van feltöltve a szád? Mi között van hozzá? Az én testem. Igen. Neked nem mindegy, hogy én kékre festem a hajam, vagy zöld, de hát az én testem, azt csinálok, amit akarok. Nekem az a lényeg, hogy a páromnak tetszek, és magamnak. Mi az, amivel nem vagy elégedett? Hát fogyókúrázik egy hete, nem eszik egy hete csak almát, meg nem eszik, csak iszik. Sziasztok! A mai vendégeimet már bizonyára ismeritek a tévéből, ugyanis szerepeltek a Kőgazdag Fiatalokban, ahol hozták a formájukat, és remélem, hogy ez itt is így lesz. Köszöntöm a stúdióban Herceg Csabit és Herceg Letíciát! Sziasztok! Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Nagyon menő a jacket. Nagyon szépen köszönöm. Sok időbe telt kiválasztani az outfitet? Hogy indultatok neki? Nekem egy másodperc. Mégis késtetek egy picit. Hát, mi volt ennek az oka? Nem az outfit kiválasztása volt a sok idő, hanem már megint a forgalom. TikTokodon erőteljesen elmondtad a véleményedet arról, hogy mit lehetne csinálni a dugó elkerülése érdekében. Én azt mondom, hogy az még nem eléggé drága. Azt látom az utakon, hogy minden autóban egy ember ül. Igen. Így van. És millió autó van, és ezáltal egy 5 perces út egy órába kerül. Ezáltal megkértem a miniszterelnök urat arra, hogy emelje fel 700-ról 7000 forintra literenként az üzemanyagnak az árát, hogy ne legyen ennyi autó az utakon. De figyelj már, mondjuk, hogyha az a mostani ára is elég húzós így, hogyha belegondolok, akkor elég sokak szerint. Gondoljunk bele abba, hogy mondjuk van egy édesanya, aki átlagosan keres, viszi a gyerekét az oviba. Ő hogy fog boldogulni ezután? Írja rám, majd én tankolok neki. Nagyon jó megoldás. Együtt vagytok ti már azért egy jó ideje, és hallottam arról, hogy így a levegőben van az esküvő. Nagyon érdekes, mert hogy ugyanaz a vezeték nevetek, és azt gondolná az ember, hogy itt már megvolt a nagy nap, és túl vagytok a Csillivilli Lagzin. Mondjátok már meg nekem, hogy ez hogy van, mert te Herceg Letícia vagy, ez tuti. Csabi? Nekem ez a művész nevem. Értem. És miért vetted fel a művész nevet? Hát igazából megmondom az őszintén, hogy ez rajtam ragadt. Szóval kiskorom óta rajtam ragadt ez a Herceg vezetéknév. Nem miattam meg te. Nem miatt egyébként, hanem, mert mikor megismerkedtünk is, akkor örültek a családjával az apósomék, hogy de jó, ő is Herceg. Ja, hogy ez nem útközben? Nem, én ezt nem mondtam el. Rákérdeztem, hogy így van. Azt se tudta, hogy hány éves vagyok. Azt mondtam neki akkor, hogy 20, pedig 18 voltam. Szép indítás. Jóban vannak egyébként így a szüleiddel? Persze. Persze. Akkor szuper a kapcsolat. 20 évesek vagytok. Mégis házasságra adnátok a fejeteket. Miért? Mindenkinek a saját döntése, tehát hogy én teljesen megértem, de hogy azért az elköteleződés mostanában az elég nehézkes téma. Hát én azért nem is gondolkoztam, és nem is gondolkozok ezen egy percet sem, hogy beelkössem a fejem, mert úgy érzem, hogy az ember, amikor megtalálja az igazit, azt érzi. Nem tudja elmondani, hogy vagy miért, de azt érzi. És amikor én megláttam őt, akkor én tudtam, hogy nekem ő lesz a gyerekeim anyja, és el sem tudnám képzelni mással, nem is szeretném mással, én vele szeretném leélni az életemet, tőle szeretnék majd gyerekeket, és úgy érzem, hogy ő különleges. És látom Letti arcán, hogy el van varázsolva a szavaittól. Hát nem csak a szavaittól. Mert mitől még? Hát tőle egészében. Mondjuk csillog rendesen, ez tuti. Amik neki ez nem tetszik, hogy így nem csillog. Nem tetszik, miért nem. Baj van vele? Azt mondja, hogy olyan, mint egy bohóc. Hát pedig a cipőm is ugyanúgy csillog. Nem tudom, én neki is akkoriban szeretem, amikor rajta ilyen elegánsabb darabok vannak, visszafogottabbak, mert nekem annyira jól áll rajta, annyira jól látni. Ő viszont nagyon szeret ezeket ilyen feltűnő darabokat, csillogós, meg stb. De hát figyelj, ízlések és pofonok. Persze. Tudtam, a lánykérésem már azért túl vagytok, viszont elmaradt a Lagzi. Méghozzá autóvásárlás miatt. Legalábbis én ezt olvastam az interneten. Mi történt pontosan? Elmaradt a Lagzi, tényleg azért meg kellett venni egy autót? Nem esély. Nem azért maradt, meg kellett venni egy autót. Ugye, mint ezt lenyilatkoztam már hamarabb is,
Szóval ugyanúgy megtartottam volna az esküvőt is, és megvehettem volna az autót is. Nyilvánvalóan gondolom, ez nem volt kérdés az emberek számára, bár láttam, hogy már híroldalak írták, volt hogy kérdés, nagyon sok kérdés. Sajnálja a pénzt rá, nem? A szerelmemre semmilyen pénz nem sajnálok, és a szerelmem az minden tárgy, minden vagyon, minden kincs felett áll, bőven a lábujjával nem ér fel. Csak hát ám volt neki egy meglepetés sztár vendég, Ed Sheeran. Oh. Nem tudom, hogy kell kimondani a nevét pontosan, Sheeran vagy Sheeran? Nekem jól van, hogy mondom. Akkor Sheeran, oké. Okay. Igen. És ő arra a napra pont nem ért rá. Aha. Szóval ezért az esküvő folyó volt, és úgy voltam vele, hogy most akkor azt a fölösleges 500 ezer eurót hova tegyem? Hát mondjuk ez jogos. És akkor igen. Hát a lámbor, de arra pedig még mindig várni kell egyébként. Szóval most túlzott, ez az a fogy. Túlzott autód? Mármint, hogy egyszerre? Egyszerre, most hány autód van? Hát most van ugye egy új Panamérem, egy Porsche, van az R8-om, van egy Ciela Mercim, és most hozottak egy M4-et, uh-huh. Egy vadonatúj M4-et, illetve ugye majd, hogyha megjön a Lambo. Viszont az R8-at azt egyébként sokan észrevették is, hogy eladásra kínáltam, már, hát most már leszettem, mert ugye még a műsor előtt tettem fel a telefonszámommal, és megtudták a telefonszámot, és éjféltől délig, 12 óráig hívogattak minden egyes percbe, de azóta már hívogathatnak, mert 12 után 10 perccel lecseréltem a telefonszámomat, szóval most már nem tudnak elérni, mivel két üdás ugye nem fér meg egy csárdában, ezért az R8 az megy, és akkor a Lamborghini fog maradni. Igen, teljesen igazad van, és láttam, hogy az egyik autónak Csabika 01 a rendszáma. Volt, az autó nincs meg, de hogy csak a rendszámon szerepel a neved, vagy ezek az autók a te neveden vannak rendesen? Ezek az autók az én nevemben uh-huh. vannak. Értem. És ez Letti, szóval mikor lesz Letti 01? Már vettél neki is? Ezt erre akartam kitérni egyébként, hogy én már nem, a saját autón vásárlás az már nem, annyira nem mozgat meg, az már annyira nem érdekel, mert úgy érzem, hogy ezeket az autókat nem tudja már überelni más. Én már arra vágyok, hogy a párom letegye a jogosítványt, és a páromnak tudjak egy gyönyörű szép autót venni, hogy ő örüljön. Aha. Mert megmondom az őszintét, hogy mi mondjuk az autóban a zenében nem nagyon annyira jövünk ki, szóval amit ő szeret, azt én nem, amit én szeretek, azt ő nem. És ebből mindig van egy kis vita. Nem ugyanaz az. De én láttam egy Mercit, amivel te le vagy fotózva. Instagramon is, azt én úgy vettem ki, hogy te ezt a ballagásodra kaptad. Akkor az most akkor nem a tiéd? Nem, az a régi piros célája volt. Nem. Ja, értem. Nagyon sok nő úgy van azzal, legalábbis én ilyeneket szoktam olvasni, hogy nem szeretik, hogyha a párjuk elhalmozza őket minden jóval, mert hogy ők is meg tudnak érte dolgozni. Neked ezzel nem volt soha problémád? Zavarba voltam ugye az elején, amikor ugye ajándékukat vettem, stb. Nem éreztem magam úgy, hogy most ez nekem miért kell, nem kell, tényleg nem kellett volna, meg stb. De már így, hogy együtt élünk, együtt vagyunk, az olyan, hogyha tudok, akkor én is leszek neki valamit, amivel tudom, hogy boldoggá teltem. És én egyébként nekem ez is a szeretett nyelvem, hogy elajándékozom. Elajándékozásról még szó nincsen. De neked is örömet okoz az, hogyha Lettit elhalmozhatod mindenféle. Természetesen. Nekem már örömet az nem okoz, hogy veszek magamnak 500 000 forintért egy pólót. Nekem az okoz örömet, hogyha neki tudok neki veszek egy olyan ajándékot, és látom a könnyet a szemébe, hogy örül neki. De egyébként ez kölcsönös, szóval most kaptam ugyanúgy tőle egy jó, elég drága designer cipőt. Igen, szóval, és te is úgy tudsz neki örülni. És hát igen, nagyon. Szóval igen. Nagyon jó dolog. Viszont nekem mondjuk nagyobb ajándék az, meg mondjuk Valentin napra, ő írt nekem egy verset, és sírva mondta el nekem, és nekem az annyira megható volt. Hát nem tudom. Ja. Hát az nekem le van írva otthon egy szerelmes levélbe, és nekem az el van téve. És nem tanultad meg? Hát soha életemben tanultam verset, még az iskolába sem. És mivel foglalkozol? A magam dolgával foglalkozom, azzal kezdeném. Mármint most mi a kérdés? Még egyszer. Hogy mivel foglalkozol? Miből veszed ezt a sok szép autót, szép cuccot? Magamnak a dolgával foglalkozom. De én kíváncsi vagyok, hogy mi az. Hát ez nem publikus, mert ha elmondanám, akkor mindenki azt szeretne dolgozni. Igen, ez egy nagyon jó meglátás. Akkor legalább valami tanácsot adj azoknak, akik úgy szeretnének élni, mint ti. Kövessenek be, nézzék, hogy hogyan élek. Merítsenek ebből önbizalmat, uh-huh. legyen kitartásuk, és igen, egyébként a kettő legfontosabb dolog szerintem, hogy legyen kitartásuk, és legyen hitük a poént félretéve, mert uh-huh. szerintem ez így van, mert szerintem ez a kettő dolog, hogyha megvan egy emberben, akkor az sokra viheti, és sokra is viszi, uh-huh. hogyha nem adja fel, és nem keseríti el az, hogyha látja, hogy a másik most vett éppen csak egy 5 millió forintos autót, most vett egy 5 millió forintos autót, uh-huh. ő pedig nem tud félretenni 500 000 forintot, az őt el fogja szomorítani, és erről egy külföldi híresítsen egyébként egy videót, hogy azért nem
nem vesz részt a közösségi médiában, nem internetezik, mert hogyha vesz magának 20 millió forintért egy autót, örül neki. Aztán felmegy valaki oldalára, és meglátja, hogy az a valaki egy 60 millió forintos autót vett, akkor úgymond az elnyomja. Mi az, amit téged motivál a mindennapokban? Motivál a mindennapokban? FIFA. Hát, most jelenleg egyébként igen, szeretek nagyon fifázni. De hogy mi az, ami miatt te szeretnéd építeni magad? Hova szeretnél eljutni? Hova szeretnék eljutni? Hát egy Cristiano Ronaldo szintre. Aha, értem. Szóval nekem a legfőbb mottom az, hogy én mindenhez pozitívan állok, és nekem soha nem elég, úgymond. Szóval én nagyon kiskoromban szerettem volna sportautót, és hogyha megláttam az utcán egyet, akkor wow, de szép, stb. Az autókkal játszottam, kormányon játszottam, telefonon autós játékokkal játszottam, most pedig olyan autóm van, hála Istennek, amilyet még a játékokban is nehéz megvenni. És én mindenhez így állok, szóval szeretnék egy olyan birodalmat felépíteni, amiből még az ők unokám is meg fog élni. Szóval nyilván nem vagyok telhetetlen, egy Cristiano Ronaldo az szinte az teljesen más, csak ugye a műsorban róla volt szó, hogy ő után az engem. Viszont az, hogy mi motivál egyébként egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, az, hogy egy gyönyörű szép életem van, felkelek a gyönyörű szép jövendőbeli feleségem mellett, gyönyörű szép családom van, egészséges az összes családtagom, mindegyik őket szeretem, imádom az életeim, és kimegyek a kertembe, pálmafák fog, gyönyörű szép életem van. És engem ez, gyerekkorod óta így van ez? Hála Istennek, igen. És a szüleid mit szólnak ahhoz, hogy ilyen sikeres vagy? Nagyon örülnek neki, ők nagyon örülnek neki tiszta szívből. Szóval amikor megtudják, ők minden héten mennek wellnessezni ide-oda, ők élvezik azért az életet, hogy már nincsen kiskorú gyerekük. És hogyha te támogatod őket, vagy ők téged? Egyik sem. Egyik sem. Egyik sem. Mikor elmennek, visszatérve az előző szóra, hogy amikor elmennek valahol és megtudják, hogy ők az én szüleim, akkor körbeveszik őket, 20-30-on fotózkodnak, csókolgatják őket, az anyámat útkor dobálgatni akarták, meg ilyenek, a szállod előtt lent várták őket, szóval nagyon jól esik ez nekik. Nekik ez egy elismerés, és mindenhol velem büszkélkednek, ami nekem nagyon jól esik. Letti, te is szoktál büszkélkedni a pároddal? Persze, de hát nekem nem kell, mindenhol velem van, úgyhogy... Igen, mindenhova tényleg együtt mentek? Tehát, hogy nincs az, hogy elszakadtok egymástól egy pár napra? Hát ilyen körmös, pillás, meg ilyen helyekre egyébként egyedül megyek, de volt, mikor oda is kísért, de én nagyon... Csajos bulik, azok mennyire játszanak most így, hogy komoly párkapcsolatban élsz? Hát, megmondom az őszintét, hogy igazából nekem ő a szerelmem és a legjobb barátom, barátnőm is egyben. Nekem nincsenek szükségem ilyen barátnőkre, hát nyilván vannak barátnőim, de én nem tartom senkivel úgy a kapcsolatot, hogy akkor most napi szinten találkozunk, meg stb. Nekem ő pont elég arra, hogy én ellegyek vele, elszórakozzak vele, így vagy úgy. De egyébként szóval tényleg én mellette nem érzem azt, hogy kellenek barátnők még. Te a TikTokról indultál. Nekem onnan ismerős vagy, és onnan lett gyanús ez a herceg vezetéknév, mert hogy láttalak korábban, és akkor még nem voltatok együtt. Mikor kezdtél el tiktokozni? Onnan ismertétek meg egymást? Nem. Egyébként tiktokozni szerintem egy olyan 3-4 éve kezdtem el. Három, nem tudom. Pontosabban így komolyan, hogy mikor kezdtem el. Egyébként egy klipforgatáson ismerkedtünk meg. Mindketten főszereplők voltunk, és akkor ott... Szerelmes párt alakítottatok? Ahol elhagytam a napszemüvegemet. Azért hozzátenném. Igen, akkor ez egy drága megismerkedés. Hát egy ugyanilyen napszemüveget hagytam el, szóval... Igen, aminek nem tudjuk a pontos árát, de... Hát most olyan 300.000 forint körül mozog. Nem tudom pontosan, nem most vettem. Igen, akkor az tényleg jó első találkozás volt. 10 darab napszemüveget is megért volna, sőt, egy milliót. Ó, hát teljesen megértelek titeket. Nagyon sok képet posztoltok az Instagramra, sokan rajta vannak az autók, a különböző designer cuccoknak a tasakjai, táskái. Miért gondoljátok azt, hogy fontos ezt megosztanatok? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ti a kirakatba szeretnétek ezeket helyezni, és csak a kirakatban éltek, és hogy akinek igazán sok pénze van, az megtartja magának, és csendben élvezi. Neked erről van véleményed? Miért, amikor elkészült ez a fotó, akkor... Ja, hogy itt van ez a kép? Itt van, bizony. Igen, tehát amikor elkészült ez a fotó, akkor miért pakoltátok? Mert jól néz ki. Ezt akartam mondani. Egy gyönyörű autó, és ez illik, tehát az ilyen luxus. Amit hozzátennék egyébként, hogy az autó az egyedileg gyártott cél, 45-es, az Államautó Fesztiválra gyártották, és úgy várnom kellett rá 2 hónapot, és úgy vettem át. Szerintem ez a kép egyébként, nem szerintem, tudom, azért készült, mert
amire majd visszatérek, hogy szeretnénk most már ezt komolyabbra is fordítani, uh-huh. de már az ember úgymond, mikor nem tud kitalálni milyen képet, elmegyünk vásárolni, van egy pár szatyor, jó, kiteszünk, csinálunk egy képet, mert tudjuk, hogy ez felszól, ez is azért jó nagy elérést okozott az embereknél, és tudjuk, hogy zavarja ez az embereket, és nem azért csináljuk, hogy zavarja, de ez polgárpukkasztás. És már mikor nem tudunk, ezt nem tudunk mit kitalálni, jól néz ki a képen, kitesszük, kész. Most ez az embereket miért zavarja? Erre nagy, de csinos a szerelmem. Igen, nagyon csinos. Papucsba. Abban lakt, mert kitakarjuk, és akkor nem tűnik fel. Viszont visszatérve a kommentekre, kapjátok azért ti is az ívet. Láttam, hogy néhány, neked privát a profilod például. Akkor először erre kérdezek rá, miért? Az őszintén. Őszintén. Elmondjam az őszintén? Persze. Jó. Amikor nyilvános volt a profilom, egyébként ez most 100%-ig őszintén el fogom mondani, hogy azért, mert a követők miatt. Ugyanis amikor a profilom nyilvános, azok az emberek, akik például engem nem szeretnek, lecsekkolnak naponta 10-szer, viszont nem követnek be, és aha. már utálkozik valaki, akkor már azért kövessen be, és akkor úgy nézem. Én nem mertelek bekövetni. Gondoltam, hogy ez egy ilyen privát oldal, és nem. akkor ahhoz semmi köze senkinek. De láttam, hogy nagyon sok követőd van, úgyhogy... Á, igen, azért privát oldal, nagyon sok követőd van. Akkor megvan ennek az oka. Viszont nálad azért vannak kommentek. De engem meg egyáltalán nem érdekel. Egyáltalán nem. Hogy azért nem olvasom a kommenteket, mert én mielőtt nem voltam ismert, sem tudott volna semmi arra rávenni, hogyha nekem valamiről, vagy valakiről megvan a rossz véleményem, hogy most ő miért viselkedik így. Egyébként ide jön majd a másik motto, hogy mindjárt elmondok. Azt magamnak megtartom, vagy elmondom a páromnak a hálószobámban, kész. De mi visz valakit arra rá, hogy oda írjon a videó alá egy ilyen rossz szóval, én ezt nem értem az embereknek a rossz indulatúságát, és ezért én nem is olvasom a kommentet, és ezáltal ugye a jókat sem, ami kevés van, nagy valószínűséged, egyébként rengeteg jó üzenetet kapok, hogy felnézek rám, példakép vagyok, csak miattam nézik a műsor, stb. Viszont én ezt az egy dolgot nem értem, hogy akármilyen véleménye legyen az ember a másikról, hogy miért kell oda kommentelni. És miért bántja? Igen. Miért, engem nem tudnak ezzel bántani, mert rólam annyira lepereg, hogy észre sem veszem. Viszont a páromat mondjuk ő tudja bántani, bár már őt sem, mert neki is elmagyaráztam, hogy azért, mert egy nulla követős ember odaír a képed alá, akkor neked szomorúnak kell lenni. Ő az én véleményemre adja. Jó, de nőként azért teljesen más, mert neked valószínűleg a külsődre szólogatnak. De mit lehet a külsejére mondani? Ez egy olyan dolog, hogy az ember nem lehetne jó akkor sem, hogyha 100 millió forintot adományozna a mit tudom én hova, mert akkor pedig az lenne, hogy mekkora egy álszent ez a Herceg Csabi, és mennyire egy képmutató, meg mit akar ezzel elérni, meg most így akar bevágódni, és akkor meg az lenne a rossz. Sőt, vagy a másik oldala pedig az, hogy senkit nem érdekelne. Viszont, hogyha olyan képeket posztol az ember, mint amit ez, sőt, ez már nagyon régi kép. Az adományozásra is rászállnak egyébként, hogy miért mutatod, hogy te adományozol, miért nem lehet csendben. Persze, de amikor pedig arról van szó, hogy ha már ennyi pénzed vagy, akkor adományoz, és ő ezt honnan tudja, hogy mi nem adományozunk. Amit ugye elmondtam az egyik híroldalnak, csak volt olyan kedvesek, hogy azt kivágták, és egy másik válaszomat vágtak be arra, de mindegy. Mi volt ez, mondd el? Hát az, hogy megkérdeztek az adományról, meg hogy állunk az adakozással, meg ezekkel a dolgokkal, és egy páromnak is egy gyönyörű szép hosszú 5 perces mondatunk volt erről, hogy mit is gondolunk erről, hogy szerintem, ha adunk, azt nem szabad kamera elé venni. Szerintem azzal, hogy én kifizetem az előttem lévő öreg idős néninek az ételét, amit eszik az étteremben, azt nem fogom azonnal selfie módba is mutatni, mert ez már képmutatás, hanem nem kifizetem és csendben. Na, egy ilyen hosszú válaszunk azért volt. És aztán jött valami, nem tudom milyen kérdés, és azt vágták, hogy megkérdeztem, hogy micsoda. Mert nem értette a kérdést. Mert nem értettem az egyik kérdést. Uh-huh. És akkor kérdezték, hogy hogyan állunk az adományozásra, és akkor felültem, hogy micsoda. Hát most én jót nevettem ezen, stb. Csak ezt azért mondom el az embereknek, hogy ne higgyék azt, hogy ennyire önző emberek vagyunk. Mert... Tehát akkor mégis zavar téged ez a dolog, hogy így vélekednek. Egyáltalán arról, nem. Én ezen is kacagni tudtam. De most akadták ki, picit csak zavar. Mármint minak adtam ki? Hát azon, hogy beszólogatnak azért, hogy miért nem adományozol. Nem, ez a kiakadás nem erre szólt, hanem arra ugye, hogy mi volt a válaszom arra, és mi nem. Vagyis, hogy mi nem arra volt a válaszom, és úgy vágták össze, de engem az sem érdekelt, mert én ezeket élvezem nézni. Szóval én nevetek rajta, mosolyogok rajta. Igen, tehát akkor... Lényeg, hogy mindig vezetőhír vagyok, és nekem ilyen fontos. Reméljük, hogy most is az lesz. Letti, viszont térjünk vissza egy kicsit a te Insta oldaladra, és arra, hogy te hogy viseled azt, amikor beléd állnak az emberek.
ahogy mondtam, nőként ezt sokkal nehezebb elviselni, mert Csabi lehet, hogy rólad lepereg, és valószínűleg neked is van. Ezt meg is értem egyébként az ő oldalát. Igen, tehát, hogy van elég önbizalmad ahhoz, hogy tud kezelni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, miért van feltöltve a szád, miért fekete a hajad, és miért nem szőke. A feltöltött száj az az egyetlen egy dolog, ami engem nem érdekel. Szóval, hogyha valaki megkérdez, hogy miért van feltöltve a szád, mi között van hozzá? Az én testem. Igen. Neked nem mindegy, hogy én kékre festem a hajam, vagy zöld, de hát az én testem, azt csinálok, amit akarok. Nekem az a lényeg, hogy a páromnak tetszek, és magamnak. Mm-hmm. Mert szerintem, hogyha egy nő nem tetszik magának, akkor van az, hogy önbizalom hiánya van. Volt feled olyan, hogy nem tetszettél magadnak? Volt, magának. És egyébként ez nem egy elmúló dolog. Tehát szerintem nőként egy nő sosincs 100%-ra megelégedve magával. Ez úgy van, ugyanígy van velem is. Én sem vagyok. És ezért van az, hogy például vannak olyan kommentek, egyébként nem olvasok én sem kommenteket már, viszont régebben voltak olyan kommentek, amik ugyanúgy meg tudtak érinteni, mert a külsemről volt szó, és egy nőnek azért ez fáj, mert főleg én olyan vagyok, hogy mondjuk, mit tudom, itt egy pötty az arcom, és akkor valaki szóvá teszi, és nekem azon a fejem, hogy ú, tényleg ott volt ez a pötty az arcom, most vajon mit gondolattad, de már ezt kinőttem egyébként, mert tényleg nem számít, hogy most az emberek csak utálkozni szeretnek, úgyhogy dicsérni nem nagyon. Igen, én megdicsérlek, jól nézel ki. Köszönöm. És Csabi eleget is megdicsért. Dicsérem én őt. Megdicsért most, és hozzátette azt, hogy most sem vagy elégedett magaddal. Mi az, amivel nem vagy elégedett? Hát fogyókúrázik egy hete, nem eszik egy hete, csak almát, meg nem eszik, csak iszik. Hát de én miért? Ezt nem bírnám ki. Nem tudom, én csak úgy nem tetszek magamnak. Néha. 55 kilóra akar lemenni, 55-re. Hát mondtam neki, meg fogják sajnálni az emberek, azt hiszik, hogy... Nem, azt hiszik, soha nincs mit enni, mert kocsira költetek. Azt hiszik, hogy elment a pénz. De Letti, tényleg áruld már el, hogy segíts nekem megérteni, hogy mi az, ami nem tetszik magadon. Nem tudom, nekem van olyan egyébként, amikor belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy na jó, most jól nézek ki, viszont az eseteknek a legtöbb százalékában azt mondom, hogy még tudnék mondjuk, mit tudom én, ilyen hülyeség, hogy barnább lenni, vagy lehet, hogy kicsit vékonyabb, itt egy kicsit a bőröm nem olyan, a pattanásos az arcom, stb. Szóval én magamhoz nagyon szigorú vagyok, tényleg. Én, de egyébként kiskorom óta ilyen vagyok, hogy nekem valahogy sosem volt elég az, ami, ahogy kinézek éppen. És az nem elég, hogy Csabi önti beléd ezerrel az önbizalmat, és mondja, hogy mennyire csinos és szép vagy? Nem. Nem, mert ő azt hiszi, hogy mert egyébként tényleg így van, hogyha nekem a párom elhízna mondjuk, és 100 kiló lenne, nekem akkor is lenne a legtökéletesebb nő a világon, mert őt szeretem, és ő a párom. És ő ezáltal azt hiszi, hogy most nem néz ki, de én mégis azt mondom rá, hogy jól néz ki, holott ez nem így van. Igen, az a baj, hogy így a szeretteimnek a szavaira pont ezért nem tudok adni, mert ők akkor is azt mondanák, hogy igen, akkor is azt mondanák, hogy szép vagyok, hogyha mondjuk éppen pont nem lennék az, vagy csinos vagyok, mikor lehet, hogy pont 20 kilót híztem, vagy valami ilyesmi. De ez nem szül feszültséget köztetek? Az, hogy neked nem tetszik az, amit a tükörben lesz, de Csabi megy és mondja, hogy jaj, de olyan szép vagy, drágám. Nem szokott emiatt összefeszülés lenni? Nem, igazából megköszönni. Nekem nyilván mindig jól esik, amikor bókol, szóval ki van, akinek nem esne jól egy bók. Ez igaz. De nem sokat változtat, mert tényleg a párom, szóval sosem mondaná azt, hogy de csúnya vagy, vagy fogyjál már lehet. Ilyet hogy lehet egy kapcsolatban? Hát én sem mondanék neki soha semmit. Annak vége lenne annak a kapcsolatnak. Szoktatok amúgy, látszik rajtatok, hogy egyébként nagyon harmonikus a kapcsolatotok, mert... Az mit jelent? Hát azt, hogy jó rátok nézni. Ja. Hogy jó rátok nézni, és tök nagy az egyetért. Egy hullám hosszon vagytok. És ez a műsorban is átjött. Egyébként van bármi, amit ti össze szoktatok veszni? Hát amúgy egyébként nem szoktunk vitázni, csak de, van egy kis fő dolgok. Téma. Van egy fő téma, az az például, étel. Például, igen. És igen? A zene. De most már egyébként az ételnél nincs, mert mi ugye mert minden Letti nap... csak almát eszik és vizet iszik, te meg... Igen. Nem emiatt. Szóval mi minden nap étterembe járunk. És egyébként azokat az embereket sem értem, akik 0-24 azt posztolják, és itt nem célzok senkire, hogy ők étterembe járnak, meg erről készítenek bármilyen tartalmat. Teljesen egy nagyon, nagyon jó étterembe járunk. És most már ez így megvan. Felkelünk, elkészülünk, elmegyünk, megeszünk egy nap egyszer, hazamegyünk, elvagyunk, stb. És akkor már a kajálás ezzel tudod szólni, ezzel már annyira de sokat nem veszekszünk, és már a zenén se, inkább azt mondom, hogy nagy dolgok akkor nincsenek. Akkor későnkelők vagytok, hogyha egyből ebédelni mentek, vagy csak... Hát mit jelent az, hogy későn? Hát, 11 dél? Az, igen. Későnkelő vagy, már megkaptam a választ erre. Nem, a párom, ő nagyon. Ő van egy kis kutyánk, ő már 7-kor fent van vele. Na, ezt így kell csinálni. Nem szoktál főzni?
Hát főztem, meg én nagyon szeretek egyébként főzni, viszont neki az ízlését überelni olyan, hogy például nem arról van szó, mert egyébként jól főzök, mert szereti a főztem, mert nem arról van szó, csak az, hogy például ő olyan, hogy mondjuk mire megfőzök egy kaját, ő addigra már nem kívánom. Nem kívánja. És akkor én meg ott állok idegesen, hogy 2 óra hosszát állok a konyhába, beleeszik egy pár panállal, és mindig most nem finom, vagy most nem ízlik, vagy nem értem, mi baj, és akkor hát az a helyzet, hogy amúgy én már nem is kívánom azt. Ezért nálam... Mert azon, hogy én megkívánok valamit, akkor én azt akkor akarom enni, és hogyha az már egy óra múlva lesz kész, akkor én azt már nem kívánom. Addigra nem már elmúlik a varázsa. Hát ennyi problémátok legyen mindig, és csak ennyin veszek egyetek. Köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni hozzám. Egy élmény volt. Mi köszönjük. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kövessetek minket YouTube-on. Ha van véleményetek, akkor mindenképpen írjátok meg, illetve kövessetek be még minket TikTokon, és természetesen az Instagramon is. Sziasztok!